A Blue Sharks nevet eddig a kosárlabdához kötötték a sportbarátok, a jövőben azonban egy másik sportág képviselői is kékcápákként futnak majd ki a küzdőtérre. Nyíregyházán alakult ugyanis egy felnőtt futszálcsapat, amely az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága által koordinált regionális bajnokságban indul majd. Mint az együttes versenyeztető sportcentrum sportigazgatója Sitko Ernő elmondta, a kispályás foci népszerűség adta az ötletet, hogy a megyeszékhely is indítson egy csapatot a harmadik vonalban. Szeretnénk, hogyha a futszál nagyobb teret nyerne Nyíregyházán is, vagy inkább azt mondanám, hogy Nyíregyházán is legyen olyan futszálcsapat, amelyik szervezettebb keretek között működik. Az eddigiek is természetesen azok voltak, és mindenkinek gratulálok az eddigi munkájához, de úgy láttam, hogy a kispályás bajnokság nagyon népszerű Nyíregyházán, amit ugye a Nyíregyházi Sportcentrum üzemeltet, és ezen a lendületen felbúzdulva gondoltuk úgy, hogy életre hívunk egy ilyen csapatot. A főként fiatalokkal felálló Blue Sharks futszal a mezőny első felében szeretne végezni a 12 csapatos mezőnyben. 17-18 évesek alkotják, ha átlag életkor nézik, akkor 23. A célok ugye az első hatot, azt megcélozzuk, de azt mondom, hogy az eddigi mérkőzések tehát a barátságos mérkőzések alapján én azt mondom, hogy egy kicsit feljebb is tudunk végezni. Azért sikerült két NB1-es, egy NB2-es játékos hoznunk, akik ugye játszottak is, úgyhogy szerintem jobbak lehetünk. Tehát, sőt, azért dolgozunk, hogy még jobbak legyünk. Tehát, akár utánpótlásban, mert ugye utánpótlásban is a célunk, ugye az első három, azt sem tagadom, hogy már szeretném megnyerni, ugye már a harmadik éve vagyunk ott is, úgyhogy nagyon sokat kell dolgozunk, de is dolgozunk és is csináljuk, hogy minél jobb legyen. A hazai meccseit a Continental Arénában játszó kékcápák október 1-én a Nagycserkeszellem mutatkoznak be az újfehértói sportcsarnokban. A nyitóforduló további párosítása a következő: Deac Meavc, Mád Csenger, Gyulaháza Ózd, Levelek Flamingo KLC és Geszteréd Debreceni Sportiskola.